Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A délszláv háború kirobbanásának fő indítékát gyakran a szerb nacionalizmus vagy éppen sovinizmus megerősödésével, annak nagyobb térnyerésével szokták indokolni. Hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, meg kell ismernünk az antibürokratikus forradalmat és az azt megelőző 74-es alkotmányt, no meg persze az antibürokratikus forradalom következményeit. Ahogy neve is mutatja, ez Slobodan Milosevic a Jugoszláviát instabillá tevő korrupt és bürokratikus kormányzatok ellen indította. No de valóban csak ennyiről szólt ez az egész. Milosevic 1986-ban lett a jugoszláv-szerb tagköztársaság kommunista pártjának elnöke. Jaj, és egyetlen egy dolog még így a videó elején, az egyszerűség és a jobb megérthetőség miatt a Jugoszláviát alkotó köztársaságokat tagköztársaságoknak fogom nevezni, ezeknek hivatalosan mind köztársaság volt a nevük. A tagköztársaságot azért fogom használni, hogy ezzel is érthető legyen, hogy ezek még a Jugoszlávián belüli köztársaságok, a Jugoszlávia részei. Itt hadd térjek ki egy fontos kérdésre, amit jó tisztázni, hogyan is épült fel Jugoszláviában a vezetés Tito halála után. Josip Broz Tito ugyebár korlátlan hatalommal vezette Jugoszláviát. 1974-ben elfogadtatott egy alkotmány, mely szerint elnökségi elnökök fogják vezetni Jugoszláviát, minden évben váltva egymást, mindig másik tagköztársaságból, vagy éppen autonóm tartományból, és a következő elnök mindig az előző elnök alelnöke lesz. Pardon, ha már említettem autonóm tartományok, ekkor lett autonóm a Vajdaság és Koszovó, kiknek státusza a rendszerben szinte egyenértékűvé vált a tagköztársaságokéval. 76-ban Belgrád már több panaszt is nyújtott be Titónak, alkotmány ellenes autonómia gyakorlás címszójával Vajdaság és Koszovó ellen, de Tito ezeket rendre visszadobta. A néhai partizán vezér célja a 74-es alkotmánnyal egyfajta önkormányzati társadalom. Ez azonban elsősorban ott bukott meg, hogy elméletben az ilyesfajta szocialista önkormányzati társadalom magától fejlődik. Itt azonban a jugoszláv pártállami sablont vették át kicsiben a tartományok, egy bürokratikus rendszert teremtve. Tito azonban kikötötte, hogy az elnökségi elnöki rendszer csak a halála után léphet érvénybe, ami 1980-ban be is következett. Ezek az elnökök természetesen mind egy pártnak, az állampártnak, a jugoszláv kommunisták szövetségének a tagjai voltak, nemes egyszerűséggel azért, mert nem létezhetett más párt. Ez a rendszer azonban egyre kisebb befolyást adott az államnak, és sokkal inkább a Jugoszláviát alkotó regionális pártszervezetek befolyása nőtt. Ez lényegében a jugoszláv központi hatalom gyengülését eredményezte, és a tagköztársaságok viszonylagos egyre nagyobb önállóságát. A szerb tagköztársaságban hatalomra kerülő Milosevic eleinte ugyanolyan titoista, kommunista politikusnak tűnt, akár csak párttársai. Hamar kiderült azonban, hogy vele bizony változások szele fog fújni. 1986-ban kikerült a szerb akadémiáról egy memorandum, melyben Titót kritizálták rendszerének diktatórikusságát, és a szerb nemzet, nacionalizmus ellen elkövetett vétkeit sorolták Titónak. Ez egy óriási fordulópont volt, hogy ilyen szöveg nyilvánosságra kerülhetett. És ezt Milosevic nem betiltotta, hanem bizony ez a memorandum lett, nem hivatalosan ugyan, de politikai ideológiájának az alapja. A szerb nacionalisták, kik a 80-as években ébredtek újra öntudatra, azt vallották, hogy ők a Tito érában szlovén-horvát megszállás alatt voltak, utalva itt ugyebár Tito származására, és azt is mondták, hogy a szerb népet bizony szándékosan különböző tagköztársaságokba szórták szét, elválasztva egymástól, Szerbia földjét pedig feldarabolták. És hogy mit tűztek ki célul? Szerbia újraegyesítését és annak vezetői szerepének megerősítését. Érdekes egyébként ezzel szemben az a tény, hogy a Tito érában valójában mindig is a szerb kommunisták nyomtak a legtöbbet alatba, és ez pedig a függetlenedni kívánó népeknek, szlovéneknek, horvátoknak volt az érve és a sérelme. Milosevic 1987-ben félreállította a szerb kommunista párton belüli régi vonalas, valamint a liberálisabb politikai ellenfeleit, majd 1988-ban kitűzte célul Jugoszlávia recentralizálását, tehát a központi hatalom megerősítését, nyilvánvalóan az ő vezetésével. Érdekes, hogy ezen időben legnagyobb politikai ellenfelei nem a horvátok,
hanem a szlovének voltak. Ők voltak, akik markánsan ellenezték a centralizációt, és egyre erőteljesebb függetlenséget építettek ki maguknak a Jugoszlávián belül, tőlük indul el pár év múlva egyébként a több pártrendszer is. Milosevic ambíciójához azonban támaszték kellett. És ez Koszovó lett, ami Tito halála óta egy forrongó, lázadozó pont volt Jugoszlávián belül. 1985-től már egyértelműen ellenséges volt a hangulat, nem csak Koszovóban, de mindenhol, ahol az albán társadalom súrlódott más társadalmakkal. A Jugoszlávia déli részén élő szerbek pont emiatt támogatták Milosevic centralizációs törekvéseit, de egyébként a montenegróiak és a macedónok egy része is támogatta őt, bár ők egyébként ugyanannyian ellenezték a szerbesítést is. A fentebb említett 1974-es, de csak Tito halála után érvénybe lépett alkotmány kiterjedt területi autonómiát biztosított, ugyebár mind Koszovó, mind pedig a Vajdaság számára. A koszovói tartományi vezetés igencsak válságos helyzetbe sodorta az egyébként is fejletlen országrészt. Hozzáteszem, ők egyébként többször is azt állították, hogy maga a jugoszláv állam nem nyújtott nekik elég segítséget, és így részben gazdasági okok miatt 50 000-200 000 közötti szerb hagyta el jobb élet reményében Koszovót. Részben emiatt. Az albánok és a szerbek már nem fértek meg egymás mellett, a szerbek a térségben albán dominanciáról beszéltek, a jugoszláv vezetés pedig halottak árán is hajlandó volt albán tüntetéseket leverni, de ezen időkben kezdődtek meg a szerbek elleni atrocitások, szerbek sírjainak meggyalázása és ortodox templomok elleni albán támadások is. Az albánok megrobbant lélekszámuk nyomán többet akartak puszta autonómiánál, ők egy koszovói szocialista köztársaságot akartak. Meg annyi albán olyan jelszavakat használt, mint a mi nem jugoszlávok, hanem albánok vagyunk, vagy éppen az egység Albániával, de kifejezetten marxista színezetet is kaptak ezek a tüntetések. A koszovói kommunista vezetők, akik egyébként albánok voltak, a jugoszláv néphadsereg beavatkozását kérték az albán tüntetők leverésére, Közép-Szerbiából harckocsikat vezényeltek ide, a tüntetők ennek hatására túszokat ejtettek, tombolt a vandalizmus, Koszovóban pedig válsághelyzetet hirdettek. Tehát a 80-as évek Jugoszláviájának a forrongó pontja az Koszovó volt. Ugyebár Tito halálával a szerb nacionalizmus reneszánsza is megkezdődött, 1988-ban pedig Milosevic a segítő kéz figurája lett a délen élő szerbek számára. És bizony Milosevic itt már jobboldali jelszavakat használt. Azzal azonban, hogy Koszovó autonóm tartomány volt, az albánok előrekapásától pedig a macedón és a crnagorai, tehát a montenegrói szocialista tagköztársaságban is tartottak, már nem csak szerb tagköztársasági, hanem összjugoszláv kérdéssé vált a téma. E térség problémáinak megoldása elmaradottsága miatt gazdasági nehézségekbe is ütközött, olyan nagymértékűekbe, amiket egyedül a szerb tagköztársaság nem tudott megoldani. Szükség lett volna a fejlett, gazdagabb, szlovén és horvát tagköztársaságokra is. Ők azonban már nem akartak többé húzó erő lenni, s mivel Milosevic egyre szerb nacionalistább politikája ellenérzetet váltott ki belőlük, nem is kívántak segíteni. Jugoszlávián belül tehát érezhető volt a szakadás, s a szerb közhangulat ekkor már a médiában is azt hangoztatta, hogy a horvátok és a szlovének az igazi haszonélvezői a 74-es alkotmánynak, így ugyanis a szerb dominanciát letörhették. Az 1988-80 közötti antibürokratikus forradalom a Jugoszlávián belüli erőviszonyok szerbek oldalára történő elbillentése érdekében hajtódott végre. Az alulról szerveződő szerb nacionalista platformot Milosevic több-kevesebb sikerrel maga mellé terelte, amikor Koszovót már nem a régi kommunista jelszavak, hanem a szerb nemzet nevében kívánta rendre teremteni. Azért említettem előbb, hogy több-kevesebb sikerrel, mert az 1991-es Milosevic ellenes tüntetéseknek pont, hogy szerb nacionalisták voltak a motorja. A Szerbián belüli hatalom megszerzése után ez az antibürokratikus forradalom volt a következő lépés Milosevic számára. A szerb tagköztársaság 74-es alkotmány előtti állami egységének újjáépítése, mely ugyebár Koszovót és a Vajdaságot vette célkeresztbe, a két autonóm tartományt. Politikai, érzelmi okok mellett természetesen ne feledkezzünk meg a koszovói bányák és a vajdasági fejlett agrárkultúráról sem, amelyet Belgrád igencsak szeretett volna újra a kezében tudni. A nehézség mindebben az volt, hogy a 74-es alkotmány
alkotmány szerint a tartományi kormányzatokat nem válthatta más köztársasági kormányzat. Hát pont ez volt az egésznek a lényege. A tartományi kormányzatok a bürokratikus rendszer miatt bebiztosítva érezhették magukat, s ami fontos, egyébként is ellenezték Milosevic politikáját. Csak alulról szerveződő mozgolódással, kényszer hatására lehetett őket elmozdítani. No, ez volt az antibürokratikus forradalom. Tüntetések sorozata. 1987-ben ugyan már voltak tüntetések, a legtöbb 20 000 fős volt itt, koszovói szerbek tüntettek, de 88-89 volt a tüntetések éve. Tüntettek Szerbiában is, a legnagyobb 1988. november 19-én Belgrád mellett zajlott, melyen több 100 000-en vettek részt, s itt Milosevic beszédében úgy fogalmazott, meg fogjuk nyerni a csatát Koszovóért. 1988. októberében lezajlott Újvidéken a joghurt forradalom. Palánka városából indult el, onnan indultak el Újvidékre, kiket a kommunista párt egy tisztviselője, a magyar Kertész Mihály vezetett, ki Milosevicsel igencsak szoros kapcsolatban állt. Mondatával igencsak híressé vált. Hát a szerbek féljenek Szerbiától, amikor én magyar létemre nem félek Szerbiától? Ez azonban senkit ne tévesszen meg. Ezen a tüntetésen lehetett először tömegesen magyar ellenes skandálásokat hallani, követelték a magyar kisebbségi jogok megszüntetését, sőt egyes szélsőségesek még Magyarországgal szembeni területi követeléseket is megfogalmaztak, gondolva itt Bajára vagy például Szegedre. 150-200 000 tüntető gyűlt össze Újvidéken, a vajdasági kormányra pedig hatalmas politikai sárlavina zúdult, s végül leállították a tüntetés áram- és vízellátását. Hát a tömeget ez csak felhergelte, az újvidéki vezetés pedig a visszakapcsolások mellett kárpótlásként kenyeret és joghurtot osztott a tüntetőknek, azok azonban megdobálták velük az újvidéki pártszékházat. A vajdasági politikusok végül lemondtak, s helyükre olyanok kerültek, kik Milosevicet támogatták, s annak a centralizálásra irányuló, a szerb tagköztársaságot érintő alkotmánymódosítását. 1988. novemberében Koszovóban a helyi tartományi vezetők lemondtak, Miló emberei váltották őket, de az albánok hatalmas tüntetéssel válaszoltak erre, 1989-ben még egy hatalmas bányásztrájk is volt. Egy ideig sikerült bojkottálniuk az alkotmánymódosítás elfogadását, a jugoszláv rendőrség azonban 240 albánt letartóztatott, s noha a koszovói parlament albán képviselői bojkottálták a szavazást, és így nem érte el a módosításhoz szükséges kétharmados többséget, azt mégis elfogadottnak nyilvánították. A Milosevicsal nem szimpatizáló montenegrói régi vonalas vezetés sokáig kitartott az ottani tüntetések ellenszelében, szükségállapotot hirdettek, a rendőrséget igen keményen ráengedték a tüntetőkre, de 1989. januárjában végül ők is lemondtak, s igen, itt is Milosevic támogatói kerültek hatalomra. A többi tagköztársaság, köztük a horvátok és a szlovének kissé megrettenve álltak, meg némileg remélték, hogy a szerbek étvágya ezzel befejeződött. Így hát elismerték a szerb jogot az autonóm tartományokra, Milosevic azonban nem anektálta e területeket. Megvont tőlük ugyan minden nemű függetlenséget, de a Jugoszlávián belüli tartományi státuszukat nem. Gondoljuk csak végig, ez egy nagyon taktikus lépés volt. Így a Jugoszlávián belül nem egy nagy, hanem több Milosevic párti tartomány létezett. Ez pedig a szerbek irányába borította volna el Jugoszlávián belül a hatalmi egyensúlyt, csak hát így a többi tartomány összefogott Milosevic ellen. A nagy politikai sikert, melyet az 1989. májusában történt szerb tagköztársasági elnökségi elnökké választása pecsételt meg, Milosevic 1989. június 28-án a Rigó-mezei csata 600. évfordulóján megünnepelte 1 milliós tömeg társaságában. Figyeljünk erre, Rigó-mezei csata. Nem pedig valamilyen partizán, vagy összjugoszláv, vagy kommunista ünnep. Érdekes kiemelnem beszédéből egy részletet. 6 évszázaddal később most ismét harcokba keveredünk és csaták előtt állunk. Nem fegyveres csatákról van szó, bár az ilyesmit még nem lehet kizárni. Milosevicnek most már csak a teljes Jugoszlávia fölötti ellenőrzésre volt szüksége. Ez azonban ugyebár már nagyobb problémákba ütközött, szlovénekbe, bosnyákokba, horvátokba és macedónokba. Az ő négyes tömbjük Miló négyes tömbjével szemben. Így azon terve, hogy az 1990-re
augusztus 17-én kirobbant, már a horvátországi háború előszeleként értelmezhető röntgforradalomra hivatkozva általános szükségállapotot hirdessen be, megbukott. Ezen szükségállapot után ugyanis már csak egy lépés lehetett volna a hadi állapot, azzal pedig ugyebár Milosevic korlátlan hatalma Jugoszlávián belül. Nos hát ez egy patthelyzet volt, és ez vezetett egészen 1991 tavaszáig, nyaráig, a délszláv háború kirobbanásáig. Azonban egy dologról ne feledkezzünk meg, ami Miló terveit szintén keresztül húzta, a vele szembe helyezkedő szervek. És hát bizony szép számmal voltak ilyenek. Ők voltak azok, akik csalódtak benne, és 1990-re, mikoron már működhettek egyéb pártok is, találhattak nacionalizmusuknak, vagy éppen demokratikus igényeiknek sokkal megfelelőbb pártot is. És a következő tüntetésünk tekintetében itt válik fontossá az 1990 márciusában létrejött Vuk Drašković féle szerb megújulási mozgalom, mely teljes nyíltsággal vállalta magára a szerb nacionalizmust és a kommunizmus ellenességét. Ráadásul egy fontos dolog, 1990-ben elsősorban a szlovének plusz horvátok és szerbek közötti nézeteltérések miatt a jugoszláv kommunisták ligája felbomlik. Ez volt ugye az állampárt, és ez regionális darabokra hull szét, amik át is alakulnak. Majd ugyebár jönnek az első választások, és kiderül, hogy a függetlenedni kívánó tagköztársaságok, mint például Szlovénia, Horvátország vagy éppen Bosznia, már nem tartanak vezető igényt a kommunista utódpártokra, ugye Horvátországban Franjo Tuđman, Boszniában Alija Izetbegovic nyert. A függetlenségi törekvésekből pedig függetlenségek, ebből pedig ugyebár háború lesz. Röviden ismételjük át a háború kezdetének pár dátumát, beszéltem ugyebár már a 90-ben kirobbant röntgforradalomról, viszont a fegyveres összecsapások a horvátok és a Horvátországból kiszakadó szerbek között 1991 márciusától kezdenek, akár mondhatjuk azt is, hogy általánosodni. Ugye a Horvátországból kiszakadó szerbek voltak a krajinai szerbek. Ez már a horvátországi háború. 1991. június 27-én kitört a 10 napos háború Szlovénia és immáron Jugoszlávia között, ide már ugye a jugoszláv néphadsereg vonul be, majd ki is vonul. 1991. július-augusztusában pedig a jugoszláv néphadsereg már beavatkozik a horvátországi eseményekbe is, és ezzel keményebbé válik, más történészek szerint pedig ekkor robban ki a horvátországi háború. Tehát 1991 márciusában már ropognak a fegyverek a horvátoknál. 1991 március 9 és 14 között pedig óriási tüntetések rázták meg Belgrádot, majdnem hogy elsöpörve Milosevic uralmát. No de miért és hogyan? Nos 1990-ben, ahogyan a többi tagköztársaságban is, bevezették a több párt rendszert a központi kommunista párt szétszakadása majd megszűnése után. Három jelentős párt volt Szerbiában. A kommunista párt utódjának számító Milosevic vezette szerbiai szocialista párt, a Vuk Drašković vezette antikommunista, nacionalista, egyfajta jobboldali populistának nevezhető szerb megújhodási mozgalom, és a Dragojub Mićunović vezette szociáldemokrata, balközép demokrata párt. Mindkét utóbbi ellenzéki párt lett, de Milónak hatalmas parlamenti többsége volt, és így az ellenzék szerepe a politikában nagyjából nullával volt egyenértékű. A médiát szinte teljesen leuralta, és a korábban a szerb nacionalizmussal hatalmat és befolyást szerző Milošević hirtelen másfajta kampányba kezdett, szerb nacionalistákkal szemben itt, Drašković miatt ugyebár. Az utolsó csepp a pohárban a február 16-ai híradás volt, melyben a szerb jobboldalt, kifejezetten ugye a megújhodásiakat azzal vádolták, hogy horvát usztasa, fasiszta és szélső jobboldali elemekkel működik össze, és ha ezek hatalomra jutnak, egy Chiléhez, utalva a Pinochet pucsra, vagy éppen egy Romániához, utalva a 89-es forradalomra, hasonló forgatókönyv fogja majd Jugoszláviát is elpusztítani. Drašković követelte a propaganda háború beszüntetését, e hírek nyilvános visszavonását, amit azonban nem kapott meg. Így hát március 9-ére a belgrádi utcákra hívta támogatóit. A tüntetők terve az volt, hogy a Belgrád TV-hez vonuljanak, mit ő és hívei gyakorta eztán már, utalva a francia forradalomra, csak Bastille TV-ként emlegettek. A demonstrációt Drašković a Vörös Csillag elleni tüntetésnek keresztelte,
mely hosszú évtizednyi kényszercsend után felkorbácsolta a II. Világháború idei csetnik-partizán ellentétes hangulatokat. A demokrata párt tagjai felszólalóként ugyan nem, de a tömegben részt vettek, bár tény, hogy ők nem voltak oly vehemens vérmérsékletűek, mint a megújhodásiak, de egyébként más kisebb pártok is részt vettek a tüntetésen. Pártpolitikától független Belgrád TV, annak vezetőinek lemondása, milosevicsi propagandacsatornák megszüntetése és a betiltott független sajtók engedélyezése. Pár főbb követelés a tüntetőktől. Miló hatalmas rendőri erőt vezényelt a városba, megtiltotta a helyszínen a tüntetést, az utcai harc a rendőrökkel pedig kibontakozóban volt. Draskovics megoldásként próbált hidat képezni az állam és a tömeg között, de a hatalom arrogánsan elutasította a közeledését. No hát ezután szabadult el Belgrádban a forradalmi hangulat. Több helyen is keményen összecsaptak a rendőrökkel, amazok több helyütt is brutális verésekkel akadályozták a tüntetők vonulását, csaták kezdődtek, repkedtek a könygránátok, a rendőri erők páncélozott járműveket vezényeltek ki és vízágyóval próbáltak oszlatni, meg annyi tüntető, meg annyi rendőr sérült meg. Minden azon célt szolgáló rendőri cselekedet, hogy a tüntetők hazamenjenek, tüntetők sokszorosát hozta ki az utcára. A napok alatt több mint 500 000 ember volt kinn, és több mint 10 000 rendőrt kellett kivezényelni. A tüntetők botokkal, oszlopokkal fegyverkeztek fel, usztasáknak vagy a romániai forradalomra utalva szekuritátnak nevezték a rendőröket, menjetek Koszovóba, menjetek Pakracba bekiabálásokkal üzentek neki. 10:30-kor kezdődött a legnagyobb összecsapás, mikor egy körbekerített tüntetők csoportja áttörte a rendőrkordont, s még a vízágyúval sem sikerült őket megállítani. Draskovics csak később ért a célként kitűzött térre, a rendőrök ugyanis feltartották, de még őt is meglepte az óriási tömeg. Testőreinek kíséretében, akik között egyébként a nem sokkal ezen események után Draskovics által létrehozott, horvát háborúban is harcolt, Srpska Garda parancsnoka, Gyorgye Bozsovics Giska is ott volt, róla ugyebár a szerb milíciákról szóló videóban esett szó. Nos, Draskovics felmászott Mihajlo herceg emlékművére és egy diktafon segítségével szólt a tömeghez, majd onnan pedig átvonult a Nemzeti Színház erkélyére. Draskovicsot a tüntetők az utca Cézárjának keresztelték el. A rendőrség azonban a beszédek közben rárontott a tömegre, s az eddigiekhez méltón hatalmas utcai csata bontakozott ki. Draskovics Juris, avagy csatába kiáltással ösztönözte a tüntetőket, akik betondarabokkal verték szét a kiérkező rendőri járgányokat. A tüntetés ezután már nem csak egy epicentrumra, de szerte egész Belgrádra átterjedt. Ostromkísérlet történt a szerb nemzetgyűlés és a Belgrád TV épülete ellen is, Milosevic pedig kivonultatta a jugoszláv néphadsereget. Miután a tüntetők bejutottak a parlament épületébe, a rendőrség és a hadsereg összevont akcióval leverte a tüntetést. 203 tüntető sérült meg, 636-ot letartóztattak, ahogyan Draskovicsot is. Milosevic esti beszédében úgy fogalmazott: a káosz és az őrület irányítanak az utcán, akik azt akarják helyreállítani, ami ellen fél évszázaddal ezelőtt Szerbia népe felkelt. Nos hát ebben a mondatban a tüntetők a németekkel kollaboráló csetnikeket, Szerbia népe pedig a jugoszláv partizánokat jelentették. Az eseményeknek két halottja lett, egy 54 éves rendőr, kinek a fejére halálos ütést mértek, és egy 17 éves fiú, kinek rendőri gumilövedék okozta halálát. Március 14-ig azonban a tüntetések tovább folytatódtak. Március 10-én már polgáribb jelleget öltött a tüntetés, Draskovics szabadonbocsátását követelték, diákok tömkelege vonult utcára, a rendőrök azonban többeket is megvertek közülük. A szerb közélet ismert személyei, de például Pavle szerb pátriárka is szólott a tömeghez, és ennek a tüntetésnek már sokkal inkább egy rendszerváltós, mintsem forradalmi jellege volt. Március 11-én Milosevic ellentüntetés szervezett, ami azonban függetlenül attól, hogy egyébként rengeteg embert buszokkal szállítottak ide, nem érte el a kívánt morális hatást, az ellentüntetők zöme idős ember volt. Ugyan voltak március 14-ig még utcai összecsapások, de koránt sem olyan mértékben, mint március 9-én. Békésebbek voltak, hisz a levegőben már egyértelműen lehetett érezni Milosevic bukását és a rendszerváltást. És ezt a vezető is nagyon jól tudta, és mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne következzen be.
Szabadon bocsátatta Draskovicsot, az állami politikát és propagandát pedig innentől kezdve a szlovének, horvátok, majd a bosnyákok ellen kapcsolta. Márciusban ugyebár már voltak összecsapások a horvátok és a krajinai szerbek között, s innentől a szerb nép egyre kevesebb figyelmet szentelt a politikai küzdelmeknek, s egyre többet azon délszláv népek irányába, akikkel majd éveken keresztül dúló háborúba fognak keveredni. De a szerb nép teljes egésze korán sem kívánta agyon lőni néhai honfitársát. A következő délszláv háborús videóban a háború ellenes tüntetésekről fog szó esni. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor segíthetsz nekem egy megosztással, ha pedig szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linket a Patreonomhoz.